kiszámoltam, hogy a családommal együtt több mint 30 évet töltöttük a BVSC-be, hiszen itt játszott a Dori, aki világbajnok lett a BVSC-ből, aztán a Hanna, aki Európa-bajnok lett, az Orsi, aki Univerziádé győztes lett, tehát a családnak van itt egy 30 éves múltja, tehát az örökös tagcím azért nagyon megható volt számomra, és nagyon-nagyon köszönöm. Ezért meg is kell, hogy tegyek mindent a csapat érdekében, amíg itt elviselnek, ugye már lassan 70. éves vagyok. Remélhetőleg, hogy együtt újra fölfelé megyünk a csapattal. Először nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek és edzőként tevékenykedhetek egy ilyen nagy múltú klubnál. Kislelk István keresett meg engem, nagyon megtisztelő volt, és ahogy említette is, annak idején játékosa voltam. Én ugyanezt képviseltem, amit ő, alázat, rend, fegyelem. Nem véletlen, hogy ott, amikor középhátvéd voltam, 15 gólt szereztem, mert úgy tudtam játszani, hogy bíztak bennem, és az a felépítés, amit a mester elképzelt, az nekem maximálisan feküdt. Én egyetlen egy dologban hiszek, a munkában. Én napról napra dolgozom, és szeretném a csapatot úgy felkészíteni minden hétvégére, hogy sikeresek legyünk a szezonban. Arról tudok beszámolni, hogy ugye maga a labdarúgó szakosztály életében azért van néhány fontos teendő még az idei évre. Egyrészt ugye az MLS-től az idei évben várható az utánpótlás minősítésünk megerősítése valamikor július folyamán. Az eredmények szerintem önmagáért beszélnek, én csak azt jelezem, hogy 15%-kal nőtt az elmúlt egy évben az utánpótláskorú sportolóinknak a száma. Mind a mellett, hogy egyébként ugye az intézményi programok keretében csak a tavalyi évben közel 1000 fiatal kapcsolódott be különböző futball programokba. Talán az, hogy a beruházásaink párhuzamba mennek a fejlesztéseinkkel, már a sportszakmai fejlesztésünkkel, arra is van egy-két jó visszaigazolás, hogy nem kisebb csapat választotta edzőhelyszínéül a BVSC Tatai úti utánpótlás központját, mint a német nemzeti 11. Tehát érik be az a sok-sok fejlesztés, mint szakmailag, mint pedig az intézmények kihasználtságát tekintve. És hát az íre a pontot azzal szeretnénk föltenni, amivel kezdtünk, hogy megerősítve a csapatot, mint szakmailag, mind játékosokban a cél a főjutás. Azt gondolom, hogy ez lenne igazából a VVSC nagy múltú labdarúgó szakosztályá újjáélesztésének az íjére a pont, és ezt kívánom magunknak.